Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit, kellemes napot kívánok, folytatjuk a haladó C++ órákat. A mai nap a lambda függvényekről, vagy lambda kifejezésekről, vagy röviden lambdákról lesz szó. Ez része annak, hogy tulajdonképpen folytatása a múlt alkalommal elkezdett policy parametrizationnek, vagy policy argumentnek. És most fogjuk ezeket megnézni, hogy hogyan lehet ezeket kicsit úgy tömörebben, rövidebben, egyszerűbben leírogatni. Hát az, hogy egyszerűen azt majd ti eldöntitek, a lényeg, hogy ma a lambda kifejezésekről lesz szó. Jó, na úgyhogy nézzük is, hogy hogyan is néznek ki ez a dolog. Mielőtt belemegyünk a lambda kifejezésekbe, nézzünk meg egy egyszerű szortolást. Tehát, hogy van nekünk ugye ez a sort függvényünk, amivel rendezni tudunk konténereket. Hát, az, hogy most ez milyen módon működik, meg milyen sort, hogyan is fut ez le, az most igazából mindegy. Mi tényleg csak használni fogjuk ezt a sort függvényt. Úgyhogy nézzünk is egy egyszerű példát. Úgy nézne ki ez a dolog, hogy készítünk egy egyszerű rekordot, egy ilyen rekord nevű struktúrát, amiben beleteszünk két stringet, és akkor írunk egy-egy sortot, ami egyszer az egyik string, másszor a másik string tag alapján fogja rendezni nekünk azt a vektort, amiben majd ilyen rekordokat fogunk szépen begyűjteni. Na, úgyhogy kezdjünk is neki. Ugye készítsünk egy egyszerű rekord struktúrát, és ebbe a rekord struktúrába tegyünk két stringet, mondjuk legyen az egyik név, a másik pedig legyen mondjuk valamilyen cím. Most igazából teljesen mindegy, hogy ez miért is, mire is szolgál, van egy struktúránk, aminek van egy név, meg egy cím adattagja. Jó, és akkor töltsük fel ezt a... vagy hát készítsünk egy vektort, de ez már a main függvényünkbe, amilyen rekordokból fog állni, legyen mondjuk rekord a neve, csak tényleg az egyszerűség kedvéért. Jó, és akkor ezt fogjuk föltölteni. Simán csak a konzolról kérjük be a bemenetet. Tehát majd szépen konzolról fogunk beírni neki valamilyen adatot. Oké is. Na nézzük. A és B, ez ilyen lokális átmeneti változó lesz, és akkor a standard inputról fogunk olvasni, itt szó közel elválasztva, tehát valószínű úgy lesz akkor, hogy név és cím. Hát most a címet nem bonyolítjuk, csak egy várost fogunk megadni, valami egy szavas valamit, nem kell ezt olyan nagyon túl bonyolítani. Viszont nyilván kell egy megállási feltétel, és akkor ez legyen mondjuk, hogy beírunk egy Q-t mindkettőhöz, de mivel az a string, ezért így fogjuk csinálni, vagy ugye, hogyha a B nem egyenlő a Q-val. Hát lehetne ezt egyszerűbben is, szebben is, elegánsabban is, de most ez így jó lesz nekünk. Kés. És akkor mi történjen? Hát készítsünk egy rekordot, és ezt ennek adjuk, tehát ezt paraméterezzük tulajdonképpen. Tehát itt a névtag legyen az a címtag pedig legyen a B. Itt tényleg ilyen nagyon egyszerűen. És akkor egész egyszerűen annyit csinálunk, hogy ezt beletesszük
a records vektorunkba. Tehát hozzátesszük a records vektor végéhez. Jó. És akkor ezzel szépen föl tudjuk tölteni a vektorunkat. Jó. Na most írjuk is ezt ki, csak hogy nézzük, hogy jól dolgoztunk-e. És itt szépen elemenként végigmegyünk a records vektoron, és egész egyszerűen csak végzünk egy kiírást. Így van. És visszadobunk egy nullát. Jó. Na, egy pár adminisztratív dolog, ugye szokásos include-ok ne maradjanak le. Ugye kell egy vektor, meg ugye kiírás miatt kell a IOStream. Na hát remélem jól dolgoztunk. Pillancsunk is rá. És eddig rendben van. És akkor itt kér tőlünk nevet és címet. Hát ezt majd ki fogom copy-paste-elni, hogy ne kelljen mindig. Csak tényleg próbaképpen valamilyen adatot beírunk. Jó, és aztán Q-val kilépünk, és szépen itt is írja nekünk, ahogy beírtuk. Hát eddig ez szuper. Szia, para! Jó. Na, és akkor most következzen az, hogy rendezni is fogjuk ezt a vektort. Ugye erre használhatjuk a Standard Library-s sort függvényt. Pillancsunk rá, hogy hogyan is működik ez. Most csak így fölvillantom nektek a CPP reference manuált. Ugye viszonylag egyszerű a működése, csak itt tényleg, hogy a dokumentációt látjuk, hogy négyféleképpen lehet paraméterezni. Ugye egyrészt van egy ilyen, tehát egy-egy iterátort kell adni, a sortnak ilyen random iterátor kell, ezekről majd később fogunk beszélni. Tehát megadjuk az intervallumot, amit sortolni szeretnénk, hagyományos módon. Jó, akkor van ilyen const exp típusú is, erről majd később fogunk beszélni, itt fordítási időbe ki is értékelődik, de ne szaladjunk előre. Akkor van egy ilyen execution policy-s változat, ez majd amikor a ilyen párhuzamosításról meg ilyesmikről fogunk beszélni, akkor odaérünk. Viszont ami nekünk kell, az ez a változat lesz, ugyanis itt van egy olyan, hogy egy-egy iterátor, illetve egy ilyen compare, ami tulajdonképpen az a policy lesz. Most ez egy kicsit zavaró lehet, hogy itt is policy van, de tulajdonképpen az a paraméter lesz, ami majd azt mondja meg, hogy mi alapján hasonlítsuk össze egymással az elemeket. Jó, tehát mi alapján compare-eljük, bocsánat, hogy így mondom, tehát mi alapján hasonlítsuk össze, és akkor erre itt majd fogunk írni egy-egy függvény objektumot, vagy function objectet. Egyrészt arra, hogy hasonlítsa össze a record struktúrának a névtagját, illetve a address tagját, és akkor majd fogunk tudni rendezni név alapján is, illetve majd fogunk tudni rendezni cím alapján is. Jó. Egyébként itt le van írva, hogy hogyan is működik tulajdonképpen a sort, de most elnézéseteket kérem, hirtelen nem tudom, szerintem ez egy quick sort lesz, de mondom, nem olyan érdekes ez most. Ami biztos, hogy ez hatékonyan és jól meg van írva, visszatérésünk nincsen. Jó, és akkor ide egy kicsit a komplexitásról is, erről majd később fogunk beszélni. Egyébként itt van egy kis példa is, hogyha valaki szeretné itt a gyárit kipróbálni, az is megtehető. Jó. Na de most térjünk vissza a mi példánkhoz. Ugye akkor hogyan is működik a sort?
Ugye kell neki egy iterátor. Hát ez most esetünkben ugye a records eleje lesz, illetve a records vége. És kell neki egy execution, bocsánat, már rosszul mondom, kell neki egy compare policy, tehát hogy mi alapján hasonlítjuk össze a... Tehát mi alapján szortolunk, mi a szortolási feltétel, vagy hát a szortolást mi diktálja. És akkor itt fogunk készíteni majd egy compare by name függvény objektumot, és ez alapján a compare by name függvény objektum alapján fogjuk szépen rendezni ezt a records vektort. Na, és akkor készítsük is el ezt a függvény objektumot. Hát nagyon egyszerű lesz. Compare by name, ez lesz a neve, és igazából csak a magát az operátort fogjuk megírni. Ugye nyilván az operátornak át kell adnunk két objektumot, amit ugye hasonlítani fogunk, tehát két ilyen records objektumot kell neki átadnunk. Hát az egyszerűség kedvéért legyen A és B. És maga a függvény is konstans lesz. És igazából itt csak annyit kell nekünk visszaadni, hogy a A-nak a név az kisebb, mint a B-nek a name tagja. Miért működhet ez? Azért, mert a name az egy string objektum, és a string objektumra definiálva van, hogy hogyan működik a sima relációs operátor. Jó? Hát ez itt valamilyen ilyen ABC sorrendet fog nekünk tenni, de nyilván itt karakterenként, tehát erre azért figyelni kell, hogy ugye ilyen magyar ékezetes, meg ilyesmi, jó, tehát ott itt mindig előjön az ASCII, az Unicode kódtábla, és akkor az legyen mindig a fejünkben, hogy itt azért nem a magyar ABC van, hanem mondjuk angol ABC, és a többi. De mondom, ez most nekünk így első nekifutásra rendben lesz. Jó. És akkor tényleg egy ilyen nagyon egyszerű kis függvény objektum, amiben tényleg csak az operátor van nekünk definiálva. Jó. És akkor annyit csináljunk még meg, hogy ezt írjuk is ki, simán újra kiírjuk, és egy pici nyomkövetést azért tegyünk ide. Csak hogy a sort előtt és sort után. Hát reméljük jól dolgoztunk. Ismét nézzük meg. Mielőtt kiklírálom, szerintem ezt én itt kicopy-pastelem. És akkor elvileg csak egyszer kell majd megadnunk. Jó. Aha. A sortot reklamálja, szerintem az include hiányzik. Most hirtelen nem rögt be, elvileg az algorithm header-be van, de már is megnézzük. Így van. Include hiányzott. Futassuk újra. Oké, és na, és akkor elvileg így sortolt nekünk, de itt most pont nem fogjuk látni. Jó, akkor egy kicsit variálok itt a sorrenden. Csak hogy lássuk a szortolást. Na, próbáljuk újra. Oké is. Na és akkor látjuk, hogy szort előtt ugye maradt nyilván ugyanúgy, ahogy beírtuk, viszont szort után itt a név előre jött. Jó. Rendben van. Úgy tűnik, hogy eddig jók vagyunk. Jó, na lépjünk tovább.
ugyanis ez akkor így rendben van, most írjuk meg hasonlóan a compare by addressed is. Hát itt most aktívan fogok másolgatni. És akkor első sort után, második sort után. Csak itt ugye annyi lesz, hogy ez majd lesz egy compare by address. Akkor erre is megírjuk a függvény objektumot. Csak itt az a.address lesz, illetve a b.address. És reméljük, hogy jól dolgoztunk ismét. Jó, nézzük meg. Illetve pillancsunk rá az inputra, hogy igen, hát itt azért látjuk, hogy a város keveredik. Már ABC sorrend szerint. Na próbáljunk meg, hogy látható lesz-e. Így van látható. Tehát ugye sort nélkül, ugye még itt a név is össze-vissza van, meg ugye a város is. De név alapjáni sortolás után ugye fölhozza szépen a nevet, illetve itt van nekünk a többi név, és ugye a város ugye így el, hát így adja ki a név szerinti sortolás a várost. Viszont, hogyha sortoljuk város szerint, akkor már rendben vagyunk. Jó, mert akkor előre jön Debrecen, Kecskemét meg hátul lesz. Na szuper, akkor így a sorttal rendben is vagyunk. Ugye csak egy technikai dolog, hogy nyilván itt a sort a függvény objektumnak két paramétert fog átadni. Konkrétan a függvénynek, ugye egy-egy rekordot, egy-egy rekord objektumot, objektum referenciát, csak hogy pontos legyek. És ezekben fogja megnézni, hogy hogyan is működik ez, tehát szépen megy az iterátor, és egymással hasonlítgatja ugye ezeket itt belül. Tehát adja ennek a függvény objektumnak, és itt a függvényen belül szépen komperelünk. Jó. Hát ez az első blokk, ez nagyjából ennyi is lenne. És akkor kezdjük el a lambdákat, illetve hogy miért is érdekesek ezek a lambda functionök. Ugye látjuk azt, hogy itt van nekünk ez a compare by name függvény objektumunk, és hát ez egy viszonylag egyszerű függvény objektum, tehát egy sor gyakorlatilag, ami effektíve azt végzi, amit szeretnénk. És ilyen egyszerű függvény objektumoknál megvan az a lehetőségünk, hogy ezt a fajta paraméterezés, tehát ezt a függvény paramétert, ezt itt lokálisan is megadjuk. És akkor ezt nézzük meg, hát én most itt nyitok egy újat, és csak kimásolom, és akkor ez legyen a home2, hogy ezeket a egyszerű rendezési irányelveket, hogy így fogalmazzak, ezeket meg tudjuk ott írni lokálisan is. Akkor ezeket a függvény objektumokat most itt kitörlöm, és itt a helyén fogjuk ezt elvégezni, és erre lambda kifejezést fogunk használni. Na most, ugye a lambda function vagy lambda expression azért az egy nem egy C++ specifikus dolog, hanem ez egy ilyen programozási fogalom, ha jól tetszik. A legtöbb nyelvben van valamilyen megjelenése, vagy létezik a nyelvben valamilyen fajta lambda, ugye Java-ban is, meg sok más egyéb nyelvben. Ugye Java-ban főleg ilyen streameknél használjuk meg, hát de sok mindenre lehet ott is. Jó, na most nyilván más nyelvekben máshogy néz ki, mi most C++-ban vagyunk, úgyhogy C++-ban fogjuk megnézni. Hogyan is néz ki? Hát először is írunk egy úgynevezett lambda
introducert, hát ami bevezeti tulajdonképpen a lambdát. Minden lambda kifejezés C++-ban ezzel a karakterrel kezdődik, és itt tudunk neki adni egy capture listet. Erről majd beszélünk, majd nézzünk más példákat. Itt most nekünk ez a capture list egyelőre üres lesz. Jó. Utána jön nekünk egy paraméterlista. Tehát az, hogy a lambdának milyen paraméterei legyenek. Ez tulajdonképpen ugyanaz lesz, mint ami nekünk volt a függvényobjektumunkba. Tehát itt látjuk, hogy ez ugyanaz lesz. Jó. Na most a lambdának, maga a lambda az mindig konstans, tehát konst függvényként tekintendő, úgyhogy külön nem kell kiírni, hogy ez konst legyen, erről majd beszélünk mindjárt. És ezután megadhatunk neki egy függvénytörzset. A függvénytörzs pedig esetünkben ugyanaz lesz, mint ami volt a függvényobjektum esetében. Tehát akkor még egyszer, hogyan is néz ki? Ugye van nekünk egy introducerünk, ami jelzi, hogy itt most egy ilyen lambda kifejezés jön. Ezen belül írhatunk egy capture listet, beszélünk róla, hogy mi. Utána jön a függvény paraméter listája. Na most a függvény, ezt ugyanúgy kell használni, ugyanúgy kell kezelni, mint bármely más függvénynél. Tényleg itt paramétereket adunk át, ami majd itt a lambdába megjelenik. De esetünkben azokat a paramétereket kell, ami ugye a sortnál is, ugye az iterátorok átadnak ugye a compare paraméternek, tehát a sort harmadik paraméterének ugye átadunk valamit, és akkor ezeknek ugye ilyen paraméter listába kell megjelenni. És itt ugye két objektumunk van, ugye A és B, jelenleg ez most két konstans referencia, mert a lambdán belül nem akarjuk módosítani az objektumok értékét. Jó, rendben van. Illetve jön a függvénynek a törzse, ezt megint úgy kell, vagy teste, body, úgymond, ezt megint ugyanúgy kell kezelni, mint amit a függvény objektum esetében is. Tehát itt teljesen ugyanúgy működik. Jó. Amit még itt megadhatunk, de nem kötelező, az egy visszatérési típus, tehát hogy mi legyen a lambdának a visszatérési típusa, de hogyha ez egyértelmű, akkor nem kötelező megadni. Jó? Jelen esetben ez most egyértelmű, mert hogy ugye egyrészt az operátornak van egy visszatérés értéke, az itt most egy bool lesz, illetve csak egy return statementünk van itt a függvényen belül. Ha több return statementünk van, mondjuk valamilyen elszívás dolog van, vagy ilyesmi, akkor az kötelező megadni, hogy mi legyen a visszatérési típus. Jó? Hát itt most nem kötelező, de ott hagyjuk. Jó. Okés. Na, hirtelen úgy ennyi, így első körbe. Nézzünk majd még a mai alkalommal olyat, amiben capture listet is kell írni, illetve egyéb dolgokat. Jó. Na és akkor végezzük el ugyanezt a compare by address esetében is. Itt ezt most kitöröljük, és szépen ide betesszük, csak ezt átírjuk address-re. Rendben. Na nézzük, hogy működik-e. Program lefordul. Tassuk le. Megint csak kicopy-paste-elem itt a bemenetünket. Jó, na és akkor... Szóval, hogy sort előtt rendben van. Sort után... Hát itt valami nem működik. Na nézzük. Valami még nem teljesen okés. Jó. Na tehát ugye a records-ot fogjuk ugye az elejétől a végig sortolni, és akkor átadunk neki ugye itt a sort-ba egy lambdát, ennek két constreference paramétert adunk,
A-t és B-t. Ugye ez eddig biztos jó. Nyilván itt a visszatérési típus az most nem biztos, hogy érdekes. Á, igen. Meg is van a hiba. Jó, hát ne önmagával hasonlítsuk. Elnézést kérek. Igen, a copy-paste mindig bezavar. Jó, na akkor próbáljuk újra. Valószínűleg csak ez volt a gond. Így van, itt már is jobban néz ki. Jó, tehát akkor szépen beadtuk a bemenetet, sort előtt ugye nyilván maradt, sort után rendezte név szerint, az első sort után, a második után pedig még egyszer sortolta, itt már város szerint. Na, hát akkor csak sikerült jól dolgoznunk. Oké is. Rendben van. Szia, Leona Russzi. Jó, ha kérdés van, esetleg nyugodtan dobjuk be, bátran. Ugye, csak még egyszer, hogy nézzük át tényleg nagyon egyszerűen, hogy mi is ez a lambda expression. Tulajdonképpen ez egy nagyon rövid és nagyon tömör kifejezés annak, amit csináltunk korábban is. És nyilván az ilyen nagyon rövid kis policy-knál érdemes így itt helyben megcsinálni. Nem is az, hogy érdemes, talán egyszerűbb. Jó? Ha nyilván több soros lenne ez, vagy kicsit bonyolultabb lenne maga a policy, akkor már talán jobb lenne, hogyha ilyen függvény objektumokba hoznánk ki. Itt azért könnyebb kommentezni is, könnyebb dokumentálni is, könnyebben átlátható, hogyha hosszabb maga ez a policy, ami szerint itt a rendezés megy. Egyébként tényleg ilyen egysorosoknál, főleg, hogyha egyértelmű, hát itt ez most egy teljesen egyértelmű, nagyon egyértelmű dolog, könnyebb itt lokálisan megcsinálni. Jó? Hát illetve, hogyha egyszer használjuk, bár lambdákat azért ritkán használunk többször, de erre is nézzük majd azért példát. Jó? Úgyhogy akkor megint, hogy hogyan is néz ki. Ugye kezdődik egy ilyen capture list-tel, ami egyben a lambda introducer is. Capture listet ide a szögletesen belülre tudunk írni. Erről majd beszélünk, mindjárt nézzünk egy példát. Utána most csak tényleg egy egyszerűség kedvéért jön egy paraméterlista. Hát ez is lehet üres. Azt ilyen minimál lambdának hívjuk. Nem sok értelme van szerintem, de biztos lehet találni értelmet. Jó. Ez ugyanaz a paraméterlista, és ugyanúgy működik, mint bármilyen függvénynek a paraméterlistája. Ugye ez itt meg fog jelenni majd a lambdának a testében. Jó? Oké, és utána adhatunk egy visszatérési típust, amit a törzsnek a visszatérési típusa lesz. Ez akkor kötelező csak, ha több return statementünk van, és nem egyértelmű, hogy mivel akarunk visszatérni. Egyébként meg, hogyha tudjuk, mivel akarunk visszatérni, akkor fölfoghatjuk ezt úgy is, mint egy autó függvény visszatérési típusnak, tehát amikor a függvényünk visszatérési típusa autó, mert akkor a fordító a return statementből ki tudja következtetni azt, hogy mi lesz a visszatérési típus. Jó? Hát itt most ugye egy boolean lesz, mert ugye a kacsacsőr operátor, a stringekre értelmezett kacsacsőr operátor booleannel fog visszatérni. Jó? Tehát itt ezt most elhagyhatjuk, nem kötelező ideírni, de maradjon itt, hogy lássunk ilyet is. Jó. Nagyon tömören ennyi itt a lambda, amit tudni kell, de nézzünk még példát mindenképpen. Jó. Na és akkor a következő példánk, az pedig a... Közben én itt nézem, hogy rossz helyre mentek. A múlt alkalommal elkezdett findIf függvényünk, vagy hát múlt alkalommal néztük ezt a findIf függvényt. Ebbe fogunk egy kicsit módosítani, és itt fogunk átírni dolgokat, itt fogunk átírni úgy, hogy föllambdásítjuk, tehát átalakítjuk egy ilyen lambdás dologra. Ugye miért tudjuk ezt megtenni? Mert viszonylag ez is egy egyszerű policy tulajdonképpen. Ja, akkor ezt mentsük is el más néven.
És akkor ezt módosítsuk. Tehát kezdetnek kitöröljük a függvény objektumunkat, mert arra nem lesz szükség. És akkor itt nézzük meg, hogy mit is csinálunk. Ugye föltöltjük a vektorunkat ilyen sima integer értékekkel, és azokat fogjuk kiírni, nem, ki fogjuk írni, hogy megtaláltuk, vagy nem találtuk meg, hogyha egy bizonyos érték fölött vagyunk, hát itt fogunk majd írni egy fix értéket is, meg fogunk írni egy olyat, ami x-re nézi ezt meg. Jó. Úgyhogy akkor a vektor feltöltése után kezdjük akkor ezt el. Hát én itt most egy kicsit kell ezen módosítani, jó lesz ez így. Ide fogjuk majd megírni a mi kis lambdánkat. Csak az egyszerűség kedvéért. És hogyha a p-vel nem értünk el a végé, akkor megtaláltuk, egyébként nem találtuk meg. Jó. Na és akkor ide írjuk meg egy nagyon egyszerű kis lambdát, mondjuk, ami nagyobb, mint 42. Ha talál ilyen számot, akkor azt írja ki. Ugye megint kezdjük a lambda introducerrel, capture listet most nem kell adnunk. Ugye paraméterül átadjuk ugye a V tagjait tulajdonképpen, ami esetünkben integer lesz. Hát legyen most E, inkább azért legyen E, mert ne kavarodjon itt az A-val. Tehát legyen E. És itt írjuk meg a lambdának a törzsét. Itt tényleg csak annyi legyen, hogyha ez az E, ez nagyobb, mint 42. Tehát ha talál ilyen elemet, akkor szóljon, hogy van egy ilyen elem. Tehát van ilyen elem. Ha még nem talált, akkor szóljon, hogy akkor csak tájékoztasson, hogy nincsen. Szerintem ez így az egyszerűség kedvéért most rendben lesz. Jó, nézzük meg. Tehát ez a findIf lambda. Nem simán csak findIf legyen a neve. Jó, és akkor kezdjük. Töltsük fel a pár elemmel. Írjuk be a 44-et. Jó. Most talált egy ilyen elemet. Eddig rendben van. De próbáljuk ki úgy is, hogy nincs ilyen elem. Így meg nem találta meg. Na jó, szuper. Rendben van. Jó, tehát itt megint tényleg csak az egyszerűség miatt írtunk egy kis lambdát. Írunk majd egy kicsit bonyolultabbat is, mert itt látjuk, hogy átadunk egy paramétert is, hogy mihez hasonlítsa. Mindjárt megírunk egy olyat is, de tulajdonképpen ezt az egy sort, hát sok mindent kiváltottunk ezzel az egy kis nagyon tömör egy sorral. Jó. Tehát látjuk, hogy ilyen kis egyszerű esetben érdemes itt ezt lokálisan. Egyébként ugyanúgy egy függvényobjektum fog létrejönni majd a háttérbe, tehát a háttérben ugyanez fog történni, de mondom, ez így sokkal egyszerűbb, sokkal áttekinthetőbb, szerintem legalábbis. Jó? Oké is. Na de nézzünk egy másik példát, amiben picit bonyolítunk a helyzeten. Hát ezt itt tartsuk meg. És hozzunk létre egy másik esetet. Itt már az kéne nekünk, hogy ez az E, ez nagyobb be, mint mondjuk egy X érték. És ez az X érték, ez ugye itt van nekünk lokálisan. Na, ugye így ez kérdés, hogy fog-e működni. Próbáljuk meg lefordítani, és nézzük meg, hogy mit ír ki. Ugye hibát jelez nekünk. Hát egyrészt az, hogy fölül definiáltuk az autót, mármint, hogy conflicting, jó, ezt gyorsan javítjuk is. Jó. Na és akkor mit ír itt nekünk? Ugye azt látjuk, hogy rögtön írja nekünk, hogy az X nincsen capture-ölve. Tehát itt a Tehát maga a lambda,
Tehát ez a kifejezés nem látja X-et. Miért nem látja X-et? Ugye hasonlóan működ, tehát ahogy említettem is, egy függvényobjektum fog létrejönni a háttérbe, tehát ez egy függvényobjektumot fog létrehozni. És ugye, ahogy korábban csináltuk, itt ez a függvényobjektum, tehát ennek a függvényobjektumnak át kellett adnunk ugye X-et. Jó? Hát ezt most is át kell adnunk, és ezt úgy tudjuk átadni, hogy itt a capture listbe felsoroljuk azt, hogy mit is akarunk átadni. Hát jelen esetben itt átadjuk X-et. Jó? De azért nézzük meg, hogy jó-e. Hát itt már rögtön működni fog, de azért futtassuk is le. Jó? És akkor 100-at keresünk, ugye? Tehát a 100-nál nagyobb értékeket. Hát most írjunk be mondjuk 101-et. Kétszer írja ki, hogy megtaláltuk. Egyrészt már megtalálta azt, hogy nagyobb, mint 42, illetve itt megtalálta azt, hogy nagyobb, mint x. Jó? Tehát úgy tűnik, hogy jól működik a dolog. Na most, hogyan működik ez a capture list? Ugye itt át tudjuk neki adni azokat a változókat, amik itt lokálisan láthatóak. Tehát azokat az objektumokat, amelyek láthatóak itt ebben a blokkban tulajdonképpen. Na most, alapértelmezetten a capture list érték szerint adja át az objektumokat, tehát az objektumnak az értékét fogja átadni. Tudunk olyat csinálni, hogy referencia szerint is, hát nagyon egyszerű, ideírunk egy end jelet, és akkor ez már az x-nek a referenciáját fogja, tehát referencia szerint fogja átadni a függvény objektumnak magát az objektumot. Jó. Na most tudunk olyat csinálni még itt a capture listbe, és akkor itt ugye vesszővel elválasztva föl tudjuk szépen sorolni a változókat, hát az objektumokat, amiket át akarunk adni a capture listbe, énkor mindegyik érték szerint fog átmásolódni ide az objektumokba. Na most tudunk olyat csinálni, hogy adjuk át az összes objektumot, ezt az egyenlőség jellel tudjuk megtenni. Ilyenkor az objektumunk, vagy a látható objektumok mindegyik át fog másolódni a függvény objektumba. Tehát mindegyik objektum, ami itt látható, az látható lesz a függvény objektumba is. Illetve tudunk ilyet is csinálni. Ebben az esetben a függvény objektumban minden objektum át fog adódni referencia szerint. Tehát itt belül egy új név fog létrejönni. Igazából ugyanazon a néven fogjuk tudni elérni, de ilyenkor referencia szerint adjuk át, és értelemszerűen akkor már tudjuk módosítani az értékét is. Jó. Nagyon egyszerűen a capture list így működik. Persze ezeket lehet kombinálni, hogy átadjuk mondjuk mindet érték szerint, és akkor mondjuk adunk át, átadjuk x-et még referencia szerint is, illetve sok minden egyebet tudunk még itt. De most tényleg nekünk az egyszerűség kedvéért maradjon ennyi, hogy simán csak átadjuk x-et, most úgyis csak x-re lesz szükségünk. Jó, rendben van. Na és akkor a capture listre is néztünk egy nagyon egyszerű kis példát. Szóval akkor menjünk tovább, és nézzünk egy másik példát. Itt most tulajdonképpen annyi fog történni, hogy írunk egy nagyon egyszerű kis moduló függvényt, és ez a moduló függvény annyit fog nekünk csinálni, hogy kiírja nekünk azt, hogyha valamelyik szám osztható egy paraméterről adott számmal. Jó, tehát készítünk egy vektort, ezt a vektort föltöltjük valamilyen számokkal, és ebben a függvényben nézzük ennek a vektornak az elemeit, hogyha osztható valamelyik másik számmal, amit majd paraméterül fogunk természetesen átadni, akkor azt az értéket csak simán kiír. Jó. És erre fogunk majd több megoldást is adni. Alapvetően a for each függvényt fogjuk használni, mert ez a for each függvény csinálja azt, hogy szépen egy iterátor segítségével elemről elemre végigmegy egy konténeren. Hát vektoron, listán ezt is majd el fogjuk készíteni. Jó. Na és akkor írjunk meg a iniciális változatot. Ó,
ma is dolgozok ide. És hát most a main-nel kezdjük a változatosság kedvéért. Itt készítünk egy vektort, és ez első körben integerek vektora lesz. És rögtön itt adunk is neki kezdő értéket, simán csak így a inicializáló listás konstruktora segítségével. És itt fogjuk majd megcsinálni ezt a print moduló függvényt. És ennek a print moduló függvénynek egyrészt át fogjuk adni a v-t, a vektort. Ezt úgy fogjuk elkészíteni, hogy átadjuk neki a output stream-et is, tehát hogy hova írja ki, illetve átadunk neki egy m-et, ami pedig azt fogja mondani, hogy, tehát, hogy mivel, tehát az oszthatóság, hogy mivel osztható, hát most ez legyen 20. Jó? És akkor itt elvileg két számot kell majd kiírnia ennek a print moduló függvénynek, ugye a 20-at meg a 40-et. Jó. Rendben van. És akkor írjuk meg a print moduló függvényünket. Hát egy nagyon egyszerű kis eljárás lesz. Ugye lesz neki egy vektor, tehát egy integer vektor referencia paramétere. Lesz neki egy onStream referencia paramétere, illetve lesz egy integer paramétere, ugye amivel modulózzuk majd ezt a függvényt. Jó. Köszi, para. Kell is hidratálni ebbe a melegbe. Jó. Na és akkor itt menjen végig nekünk ez a for each függvény. A for each ez egy standard library-s függvény, tehát az STLS függvény. Jó. Na és akkor menjünk az elejétől a végéig. Ugye ez a szokott módon átdobunk két iterátort, és akkor ide jöjjön nekünk majd egy lambda kifejezés. Capture listet egyelőre hagyjuk lógva. Ugye mit kell neki átadni? Át kell neki adni ugye magát az értéket, amit itt vizsgálunk. Tehát át kell adni ugye ezeket az értékeket, ugye a vektornak az elemeit. Ugye a vektor elemei esetünkben most integerek, és akkor itt jöjjön a függvénynek a törzse. Na most, annyi történik, hogy int megvizsgáljuk, hogy ez az x ez modulárisan osztjuk m-mel, akkor a maradék nulla-e, tehát osztható m-mel az x, csak hogy ilyen szépen csak hogy egyszerűen magyarul érthetően fogalmazzak, és akkor csináljuk azt, hogy írjuk ki ezt az értéket, és különösen ne bűvészkedjünk, egyszerűen csak írjuk ki az értéket, és dobjunk utána egy ilyen perent. Jó? Ugye az x az maga az érték lesz, az os az érkezik majd innen paraméterből, az m-et meg megint csak átadjuk paraméterül, itt a print moduló függvénynek. Tehát az m is, meg az os is, ugye itt lokális változó lesz, tehát lokálisan bevezetett név lesz, viszont a lambdába nem fog látszani. Jó? Úgyhogy át kell adnunk. Ugye átadjuk os-t és átadjuk m-et, viszont tehát m-et jó, hogyha érték szerint másoljuk, viszont az os-t az referencia szerint kell átadnunk, mert az output streamek így működnek. Lesz majd erről később szó, talán jövő héten majd meglátjuk, hogy ezek az output streamek hogy működnek, hogy itt tulajdonképpen másolgatunk. Tehát ilyen másolások történnek, beszélünk majd róla, a lényeg most nekünk ezt referencia szerint kell átadnunk. Oké is.
Na, és akkor innentől kezdve, hogy átadjuk ezeket a capture listbe, innentől kezdve itt már a lambdába is látható lesz, ergo lokálisan látható lesz majd a lambda által készített függvényobjektumon belül. Reméljük, hogy jól csináljuk. Nyomjunk pár include-ot. Kell egy vektor. Kell egy IO stream. Illetve kell a for each miatt a algorithm header. És reméljük a legjobbakat. Nézzük. Program lefordul, és kiír nekünk két számot. Hát, ugye ahogy vártuk is, ugye, hogy 20 és 40 az, ami osztható 20-szal, így ezeket kell nekünk írnia. Jó. Hát akkor ez így úgy néz ki, hogy működik is. Rendben van. Na azért csak a szemléltetés és az összehasonlítás kedvéért írjuk már ki ezt, vagy készítsük már el ezt függvényobjektummal is. Maga a print modulú függvény ugyanúgy fog működni, csak itt majd a paraméter az egy függvényobjektum lesz. Jó? Tehát készítsük már el azt is, csak hogy látszódjék, hogy összehasonlítva ez hogyan is néz ki. Hát aktívan copy-paste-elek. Ne, ami nem mindig jó, de talán most olyan nagy hibát nem vétünk. Jó, itt a lambdát én kitörlöm, mert ugye ez most nem fog kelleni. És akkor ide készítsünk egy ilyen, moduló print objektumot. És csak hogy ugyanúgy működjön, mint a lambdánk, ezért adjuk át neki OS-t meg M-et. Jó? Tehát itt paraméterül átadjuk majd OS-t és M-et. OS már referencia. Jó, átadjuk OS-t és M-et. Na és akkor itt készítsük el ezt a függvényobjektumot. Ugye két adattagja lesz. Lesz egy ilyen OStream referencia. Így van OStream referencia, illetve egy sima integer, ezt érték szerint átdobjuk. Az kis-kis integereknél rendben van. Oké, és írjuk meg a konstruktorát, aminek ez esetben lesz egy OStream meg egy integer tagja, OStream referencia, illetve egy integer tagja, és itt adjuk meg, simán átadjuk értékül, ugye a OSS, és ugye a, pedig az MM, üres testtel, mert különösebben itt akkor már más nem kell tennünk, és akkor most írjuk meg a call operátort, ami ugyanúgy fog kinézni, mint ugye az imént a lambdánk, ugye konstans függvény lesz, és itt lesz ugyanaz a test, mint az imént. Hát, csak hogy tényleg látszódjon, hogy semmi mágia nincs, hát copy-paste-elem, reményeim szerint működni is fog, legalábbis ezt várjuk, hogy működjön. Jó, és akkor ez a print moduló FO, vagy function object, ez itt talán készen is van. Próbáljuk ki, és akkor biztosan fogjuk látni. Oké, és fordítsuk újra. Lefordul, le is fut. Tökéletes, és kétszer írja ki. Ugye egyszer a sima print moduló, egyszer pedig a print moduló FO. Jó? Tényleg csak a szemléltetés kedvéért, hogy lássuk azt, hogy
Ugye a capture list tulajdonképpen az, amit átadunk paraméterül a függvényobjektum konstruálásakor, tulajdonképpen. Tehát amit itt a függvényobjektum konstruktorának átadunk, ugye az kerül a capture listbe. Paraméterül azt adjuk át, amit itt a függvényhívó vagy call operátornak is paraméterül adunk át. Ugye ez esetben nyilván az iterátorok által dereferenciált objektum és érték szerinti másolatba. Ugye maga a call operátor az konstans, ugye itt is a függvényobjektumunk, vagy a lambdánk is ugye konstans lesz, így. Ugye a lambdának a teste pedig ugyanaz, mint itt a függvényobjektumon belül a call operátornak a teste. Jó? Tehát tényleg csak, hogy látszódjék, ez teljesen ugyanaz, illetve, ahogy mondtam is, ugye ez a lambda is gyakorlatilag egy függvényobjektumot fog a háttérbe létrehozni. Jó. Na most, hatékonyság szempontjából igazából jelentős különbség nincsen. Igazából, ahogy mondtam, ugyanaz történik. Lényegében ugyanaz történik. Ami itt ilyen ökölszabály lehet, vagy hát nem is ökölszabály, hanem egy ilyen javaslat talán, tanács. Akkor használjunk tényleg lambdát, hogyha egyszerű ez a policy itt. Látjuk, hogy ez itt egy-két sor, ugye ilyen nagyon egyszerű kis egy sor, vagy itt a compare-nél is ugye tényleg csak egy soros valami. Hogyha komplikált a policing, tehát valami bonyolultabb dolog, akkor hozzuk ki egy function object-be, mert itt az operátort az jobban lehet kommentelni, jobban lehet dokumentálni, ha sok dolgot kell átadnunk, ugye itt a capture list is komplikálódhat. Tényleg ez igazából itt, ami a döntő, hogy melyiket használjuk, hogy mennyire komplex a dolog. Igazából ez coding style, illetve átláthatóság. És főleg az átláthatóság, ami itt a fontos, hogy ha nehezen átlátható, bonyolult a policy, készítsünk function objectet, ha egyszerű, készítsünk egy lokális kis lambdát, és azt használjuk. Igazából, ami itt még hátra van, hogy ezeket a lambdákat úgymond, hát most ez furán fog hangzani, de értékül is lehet adni változóknak. És akkor most remélem nem mondtam nagy ostobaságot. Például ezt a moduló printet, ezt értékül ad, tehát ennek értékül adhatjuk ezt a lambdát. És lehetőségünk van arra, hogy ezt simán csak ide beírjuk. Oké, és legalábbis így egyszerűen, de mindjárt megnézzük, hogy ez így jó-e. Így van. Jó. Tehát látjuk azt, hogy simán ki tudjuk ezt így hozni. Teszem azt, ha egy lambdát többször használunk. Mindjárt nézzünk rá egy kicsit kitekert példát. Azért ritkán szoktunk lambdát többször használni, de ha mégis többször használnánk, akkor lehetőségünk van egy ilyet is csinálni. Na most mi lesz egy lambdának a típusa? Ugye ez egy érdekes dolog. Ugye a lambdának a típusa az egy úgynevezett ilyen closure type lesz. Tehát ilyen, hát closure talán úgy van magyarul, hogy zárvány. Elnézést kérek, hogyha esetleg nem. Maradjunk a closure type-nál. Viszont ez a closure type, ez mindig más. Ugye, mivel hogy maga az objektum, amit létrehoz, maga a függvény objektum, amit létrehoz, az mindig más, ezért ez is mindig más lesz. Maradjunk annál egy closure type, de egy lambdának a típusa az mindig más, tehát nem ugyanaz. Tehát nincs, hogy lambda típusú változó, vagy lambda típusú objektum, ez mindig más és más lesz. Jó? Most tényleg csak maradjunk abban, hogy ez egy closure type lesz. Ha többször szeretnénk használni, megtetjük. Mindjárt nézzünk egy ilyet egyébként. Csak tényleg példaként. A másik dolog, ami érdekes, hogy ezeket a függvényobjektumokat, ha akarjuk, nem biztos, hogy akarunk ilyet,
be tudjuk hozni lokálisan. És akkor ez egy ilyen lokálisan definiált függvényobjektum lesz. Nem szép, meg ne is nagyon csináljunk ilyet. Nem nagyon tudok én most így hirtelen olyat mondani, hogy ennek így lenne bármi létjogosultsága, de azért nézzük meg, hogy lássuk, hogy nem árulok zsákba macskát, tehát tényleg lehet ilyet csinálni, és ugyanúgy is működik. Megtehetjük. Mondom, ez tényleg csak egy ilyen kis megjegyzés, hogy ezt itt, tehát ilyen függvényobjektumokat tudunk deklarálni így a függvényeken belül, tehát ilyen lokálisan, vagy hogy is mondjam. Én nem feltétlenül látom azt, hogy ennek milyen létjogosultsága lenne, de megtehetjük. Tudunk ilyet is csinálni. Jó. Ezek tényleg csak ilyen apró megjegyzések itt ennek kapcsán. Na, és akkor lépjünk még egyel tovább, és írjuk már meg ezt a print moduló függvényt sablonosra. Tehát sablonosztályosra. Csak hogy nézzük meg, hogy hogyan sablonosíthatóak ezek a lambdák, úgymond. Hát, hanyadiknál járunk? Mod? Hát, legyen ez most mod 2. Okés. És akkor ezt a print moduló függvényt fogjuk megírni. Úgyhogy ez most nekünk nem fog kelleni, illetve nyilván hívni se fogjuk. Jó? Ezt írjuk át template-esre, vagy sablonosztályosra. Ugye egyrészt kell nekünk egy sablon a konténerre, illetve kellene nekünk egy sablon a modulóra, tehát hogy mire fogjuk nézni a modulót. Hát ez legyen K. Éljen K. Jó, csak így az egyszerűség kedvéért. Jó, és akkor ez itt innentől nyilván T-referencia lesz. Hát a V az maradjon. Ugye az OStream az marad, az Output Stream-et fogunk adni X-en, ez pedig legyen K-típusú. Hogyan módosul a lambdánk? Hát itt ugye ez egyrészt K lesz, itt már K-típust fogunk nézni, de elvileg a többi az marad ugyanaz. Ugye? Yeah. Mert ugye nézzük, ugye X-et, ugye M-et átadjuk Capture Listből, ott a típus az rendben van, OS nem változik. Jó, a forics meg egyébként is sablon függvény. Úgyhogy az így akkor elvileg jó is. Na. És akkor most hát a mainben kell még matatnunk egy kicsit, ugyanis ezt készítsük már el listaként is. Tehát, hogy ne vektor legyen, hanem lista. És ezt a listát adjuk át print modulónak paraméterül. És ugyanúgy nézze azt, hogy ezek benne vannak-e. Oké. Hát próbáljuk ki. Hoppá, nem ezt fordítjuk, bocsánat, hanem a kettőt. Oké, és a listát inkludoljuk be. Azt sose felejtsük el. Nézzük újra. Oké, és jónak tűnik. Na. Ott kettő, és itt kírja nekünk szépen a 20-at meg a 40-et. Kétszer. Egyszer, amikor itt, egyszer pedig, amikor itt hív. Jó. Tehát föltemplétesítettük, úgymond ezt a print moduló függvényünket részben. Jó? És akkor így már nekünk ez a lambda kifejezésünk is valamelyes templétes.
Ó, de mindjárt nézünk erre is egy példát, hogy ez hogyan tud működni. Tehát, hogy lambdáknál hogyan tudunk templételni. Jó. És akkor itt már tényleg a típusok is. Tehát itt már többféle konténer is működik nekünk ez a print moduló függvény. Nézzünk egy új példát, hogy hogyan tudunk templétesíteni lambda kifejezéseket. Tehát ott hogyan tudunk templétet használni. Itt most egy picit más példát fogok írni. Igazából ez is ilyen print moduló lesz, csak ezt most megírjuk itt lokálisan az egyszerűség kedvéért. Ugye megint csak a 20-at nézzük, hogy a 20 megvan-e. Most csinálunk itt egy referenciát a cout-ra. Tehát bevezetünk egy új nevet, ezt a OS referenciát erre a cout-ra, tényleg csak az egyszerűség kedvéért. És akkor fogunk készíteni egy integer vektort és egy double listát. Oké, és tehát csinálunk egy integer vektort és egy double listát, és arra fogunk csinálni egy ilyen greater print lambdát. Már is megnézzük, hogy hogyan is. Ó, hát itt megint használjuk az inicializáló listát, itt most nem feltétlenül kell nekünk sokat bűvészkedni. Jó, itt csináljuk meg double listát, ennek is használhatjuk a inicializáló listás másoló konstruktorát, és itt akkor készítsük el majd a lambdát, de ugye mit akarunk csinálni? Ugye igazából most csak annyi lesz, hogy írjunk egy számot, ha az nagyobb, mint valami. Tehát ha nagyobb, mint egy másik szám. És itt ez a 20 lesz majd nekünk, hát legyen a 20 nekünk az, amit kiírunk. Vagy amihez hasonlítjuk, bocsánat. És akkor ugye csináljuk meg ezt vektorra. És itt a greater printet fogjuk majd átadni, ezt a greater print lambdát. Illetve csináljuk meg ezt listára is. Jó. Na és akkor írjuk meg ezt a lambdát. Ugye a capture listbe át kell neki adni hasonlóan, mint az előbb az OS-t, illetve az M-et. És akkor itt kell nekünk egy típust mondanunk. És ugye a paraméter listát neki meg kell adni. Viszont ez most legyen egy ilyen template paraméter. És ezt a template paramétert pedig itt fogjuk neki megmondani. Bocsánat. Így, type name kell. Tehát itt fogjuk neki hogy ez egy template legyen, és ezt a templétet fogjuk most itt megnézni. Hát a törzs az nagyon egyszerű, mert igazából tényleg csak annyi lesz, hogy ha x nagyobb, mint m, akkor írja ki a számot. Ide még dobunk egy perent. Így van. Jó, zárjuk le a deklarációját. Ugye egy dolog még itt kellene, hát ezt legyen már így, hogy látszódjon, hogy ezek tényleg double-ök. Oké is. Dobjuk be a szokásos include-okat. Kell egy vektor. Kell egy lista. Illetve kell egy IO stream, illetve kell egy algoritm a for each miatt. És még egy return statement ide a végére. Na nézzük!
Először nézzük meg, hogy működik-e, és akkor egy picit pici magyarázatot adunk hozzá. Program lefordul. Jó. Na, és még a végén jól is működik. Ugye, hát, hogy tegyem, így még talán látszik. De lecsekkolom, igen, látszik. Jó, tehát ugye, van egy integer vektorunk, illetve egy double listánk. Jó, ez eddig rendben van. Inicializáljuk a megfelelő értékekkel, szuper. Na most, ami itt történik, hogy egy-egy forítsel végigmegyünk mindkettőn, és kiírjuk azokat az értékeket, ami nagyobb, mint 20. Jó. Na most, a vektor esetében, ugye, hát a 20 nem nagyobb, mint 20, a 20 az 20, azt nem írja ki. 30, 40, 50, szuper, rendben vagyunk. Megnézzük lista esetén, a 20 és fél az nagyobb, mint 20. Tehát a 20 és felett már kiírja, illetve a többi értéket is. Nagyon jó. Na most mi történik? Ugye létrehozunk itt egy ilyen closure type objektumot, ugye ezt a greater printet. Ugye a capture listbe úgy, ahogy az előbb is, átadjuk neki a OS referenciát, tehát a cout-ot gyakorlatilag. Alapvetően ezt nem lenne muszáj, ez csak egy kicsit csalás itt, hogy látszódjon. Ugye a std cout az látszódik egyébként is, de nem baj, átadjuk csak úgy, mint az előbb. Tehát átadjuk neki m-et, mert ez lesz az az objektum, amihez hasonlítjuk ugye az értékeket, tehát ehhez fogjuk hasonlítani. Jó, OS-re írunk X-et, és ugye a peren lesz a új sor karakter. Na most, ugye miért kell mi van itt a paraméterben? Ugye itt a paraméterben az az X van, ami ugye a vektornak, illetve a listának az elemei. Na most a vektor elemei, ugye azok egyrészt itt integerek, a listánk elemei pedig double-ok. Na most, hogyha ide fixen beírnánk, hogy integer, most ezt tegyük meg, tehát nem lenne föl templétesítve a lambdánk, tehát nem generikus lambdát használnánk, hanem csak simát, akkor várhatóan ez nekünk hibát fog jelezni. Pontosabban nem is az, hogy hibát jelez, hanem ugye tránkételni fogja ugye a típust. És ez ugye probléma. Jó? Tehát ugye itt a for each az double-öket adná át ennek a lambdának, tehát ugye a lambda által létrehozott függvényobjektumba, itt a paraméterbe double-öket akar átadni, viszont csak integerek jönnek, és tránkételni fogja ugye a tört részt, úgymond. És ez már hiba. Ez már komoly hiba. Egész egyszerűen nem úgy működik a for each-ünk, ahogy azt várnánk. Látjuk is, hogy a 20 és felett már nem írja ki. Tehát ez itt hibát jelez nekünk. Hibát fog nekünk okozni. Hát az, hogy lefordul, hát nem tudom, hogy warningot, hát még warningot se dob. Hát igen, mert ez ilyen típusos hiba. Ez futásidejű hibát fog okozni. Jó. Szóval, tényleg azt tudjuk tenni, hogy használunk ilyen generikus lambdát, és akkor működni fog nekünk szépen ez mindenféle konténerben tárolható típusra. Oké. Ezt a feature-t egyébként a C++20-ban vezették be. Hát idén május vége óta elérhető a C++ nyelvben. Na. Akkor én mára ennyit gondoltam. Lambdáztunk egy kicsit. Ugye nagyon sok dolog van a lambdák kapcsán, amiről még beszélhetnénk. Igazából, amit itt meg szerettem volna mutatni, úgy nagyjából megmutattam. Sok minden fog még előjönni így a lambdák kapcsán, más egyéb dolgoknál. Például, amikor párhuzamosításról fogunk beszélni,
Ugye akkor, hogy ezeknek a lambdáknak hogyan néz ki az élettartama, az életciklusa. Ugye a lambdáknál figyelni kell, hogy átadjuk a változókat, akkor azok ilyen többszálas programoknál hogyan működnek, ilyesmi. Ezekről majd fogunk akkor beszélni, amikor párhuzamosításról fogunk beszélni, illetve ugye tudunk olyat is, hogy hát most ezt csak így megmutatom, hogy ugye a diszt adjuk át. Nyilván ez objektumokon belül érdekes, tehát ha objektumon belül vagyunk, most ezt ki is törlöm, hogy ne komplikáljuk a dolgot, akkor ugye a klasszkóp változók lesznek láthatóak a lambda törzsén belül tulajdonképpen. Illetve sok más egyéb dolog előjön, ugye, hogy mi történik akkor, illetve hogyan módosul a dolog akkor, amikor szeretnénk, hogy módosítsa a lambda a belső objektumoknak az értékét, akkor használhatjuk ezt a mutable cool szót. Ugye akkor ugye a kivételek esetén, hogy kivételkezelést akarunk-e, akkor használhatjuk ezt a no except, vagy valamilyen through klauzulát. Sok minden előjön még, ezeket majd akkor fogjuk tárgyalni, amikor ezeket egyébként tárgyalnánk, tehát a kivételkezelést, vagy a mutable dolgokat tárgyaljuk. Jó? Most tényleg ez csak egy ilyen bevezetés volt a lambdákba, néhány egyszerű kis példával, hogy hogyan is használhatjuk. Esetleg erre rápillanthattok. Ugye itt a dokumentációja, ugye a CPP reference manuálon itt van, tehát erre rápillanthattok, hogy ez hogyan is néz ki, és ugye itt láthatjuk, hogy ez a template paraméterek, ezek itt jöttek be a C++20-szal, illetve ez a requires dolog, fogunk erről majd később beszélni, most ez még nem olyan érdekes. Jó? És ugye itt van ez, hogy meg tudunk adni ilyen specifier-öket, ugye amit mondtam, a mutable lambda, illetve itt az exception-öket tudjuk kezelni, hogy milyen exception-ök legyenek. De mondom, az alap egyszerű lambda tényleg így néz ki, ahogy néztük is, és ugye ez pedig nem kötelező, csak hogyha nem egyértelmű a return típus, mint ahogy általában a függvényeknél is. Mondom, ugyanúgy kezeljük ezt is, mint a függvényeket. A függvénytörzsben egyértelmű a return statementnek a típusa, úgymond, akkor használhatjuk ugye függvények esetében is az autó visszatérést. Ha nem egyértelmű, akkor nem fog működni, mert akkor a fordító nem tudja úgymond kikövetkeztetni azt, hogy mi a visszatérés típus. Jó, mondom, ezt még tudom javasolni így átnézésre, illetve a C++ könyvnek a 11.4-es fejezete, egyébként maga a videó ez alapján készült, tehát most ez a mai alkalom, ez tulajdonképpen ez dolgozza föl. Szóval én mára tényleg ennyit gondoltam, én nagyon szépen köszönöm a kitüntető figyelmeteket, várom a kérdéseket, itt Twitch-en a chatbe, illetve YouTube-on kommentbe. Köszönöm szépen a figyelmet!